sorozatba vágunk bele, és egy új játékot fogunk megnézni. A pár nappal ezelőtt megjelent Genesis Noir-t. Ez lesz az új játék, amivel játszunk. Nagyon tetszett a trailer hangulata, a világa, a zenéje. Az új sorozat pedig egy ilyen indie játékokat megnéző, bemutató, esetenként végülvő sorozat lesz. Ezt PC-n fogjuk majd javarészt játszani ezeket a játékokat. Na nézzük, játék kezdete. Valóság túl komplex ahhoz, hogy vizuálisan még jelenítsük. Mondjuk. Nem kellett volna. Oké, tehát hogy a fizika azt mondja, hogy a kezelhető dimenziók fősünk már is rejtőzik a hatóságok elől. Plusz éhesek is vagyunk. Ha jól látom, nincs pénzünk. És... egy hölgynek akarunk eladni. Férfi jellegű órát próbál megjelenni, mondjuk egy zsebórát. Mindegy, hogy van. Aha.
látványvilág elképesztően jól néz ki. Na, este 10. 11. Oké, és itt lakunk a templom toronyban, tehát akkor nem a mi... Au, cuccainkat dobálták ki. Egy építkezés, ez a torony óra építkezéséről van itt egy cikk. Szerintem az idő az fontos szerepet fog játszani, ugye végig eddig ebben az elmúlt 8 perc végig ez volt a fő motívum. Órákat árultunk. Oké. Egy jazz együttes. Oké. Ó, meg kell csinálnunk a... Még több óra. Egyszer. Még egy jazz lemez. Ó, valami kiesett. Egy telefonszám. Oké, kaptuk egy... Szóval tudom, hogy mennyire. 980, az úgy nem emlékszem a... számra. Várjunk csak. 980, 6650. Fiatalabb nézőinknek csak mondom, hogy régen így kellett tárcsázni. És közben a dimenzió, vagy az épület átalakult. Nem sikerült felhívni? Felhívni. Ó, nem sikerült felhívni. Nem húztam végig, és között teljesen megszűnt a körülöttünk az épület. Oké. Megfenyegette a nőt.
is lőtték, vagy csak... Oké, érdekesen kezdődik. A kérdés az, hogy ránk lőttek, vagy ránk? Mint ha több idősáv lenne egyszerre. Össze kéne őket hozni. Az nem. Ugye vagy mint ha a több dimenzióban egyszerre történnének a se ittak, de már alkoholmámor volt. Oké, ott megy a lövedék. És vajon meg tudjuk állítani a... Igen, ez a töltényhüvely, ami a nagy durranásból van. Várjunk, csak van valami hátán, olyan. Egy spirál. Aha, és ezzel vissza tudjuk tekerni az időt. Igen, tehát ugye ez a nagy az ősrobbanásnak a elmélete, hogy 10-37-ken másodperce, tehát nagyon-nagyon rövid időn belül kezdett el valami létrejönni. És hogy ez az energia volt lényegében a magja. Magja úgy értem, mint amiből kifejlődött később a csillagoknak, galaxisoknak és az egész univerzumnak. És most visszamentünk egészen az ősrobbanás.
minél több ilyen energiát össze kéne szednünk itt. Legalábbis úgy néz ki, tök jó, hogy barátom. Belőle is ilyen mag lett, mármint ilyen. Oké, a fehér mag a fénycsíkokat eteti. Jó. Ó, elültettük, és belőle lett egy bokor. Jó. Gondolom, ott, hogy át tudjunk menni. Jobbra van értelme elmenni? Ettem igazán. Ültessünk le ide is egyet. Aha, és így megnyílt a kapu. Lekapunk fekete magokat? Bizony. Ezt gondolom a fekete magokat. Vagy a fekete csip. Jó. Várjuk csak. Igen, és a fekete mag az pedig felemészti a sötét energiákat. Én amondó vagyok, hogy itt. Milyen érdekes, hogy itt a fehér mellett csak egy fehér volt. A fekete mellett pedig csak egy fekete. Gyűjtsük össze. Minél több. Kéne. Én mit ültessünk ide? Hogy ezt a részt elérjük. Ebbe megültessünk fehéret. Ültessünk feketét. A feketéből szél lesz. Oda kéne eljutnunk valahogy. Mi van akkor, hogyha... összes ilyet eltüntetjük. Plusszeg semmi, csak kíváncsi vagyok. Valamiért nem tudunk tovább menni.
elültetjük a feketét. Olyan, mintha a szél lenne a... De erre például nem volt hatása. Próbálom rájönni. Arról nincs is hatása. Plusz itt van egy cél, amit nem... Nem tudok még hova tenni. Ültessünk ide valami feketét, hát ha... És hogyha... De beleállni meg nem tudok. Mindig meggyullad a... Egy kis sárga fény. Innen elérjük őt. Valahogy a kaput kéne kinyitni, de... Azt mondta, hogy amit ide ültetünk... Abból mi lesz? Most lehet, hogy én vagyok fogykos, de ezt nem igazán látom most, tehát... És full feleslegesen ültetgetünk, hogy ugye nem... Nem történik semmi. Összes fehéret el kéne tüntetni. De az a gondom, hogy ez például el se szívja, tehát ott fel van még egy... Jó. Próbáljuk meg ezt, végültetjük ezt a részt ilyen fehér magokkal. De ezt is olyan helyre ültetjük, amit nem látunk.
odaülteti le. Lehet, hogy nézni kéne, hogy... Aha. Nézni kell a szelet is. És a bal oldaláról szippant. Akkor elvileg, ha ide teszünk. Kérdés az, hogyha innen ültetek, ez ide repült, ez messze van. És tudok a fekete maggal változtatni valamit a szelen. Valami történt ott az előbb. Olyan, mintha a feketével gyengíteném a... Ugyanolyan távolságba került tőle. Az, hogy ezzel a forgószélrel nem tudom, hogy mit kéne csinálni. Teljesen lerepült onnan. Az, hogy mindig nem nyílt ki. Oké. Egy része már megoldódott. Most az a kérdés, hogyha innen dobok. Hát, megint messze repül. Valahogy a szél irányát kéne befolyásolni szerintem. Na, ide állok. Most... Arra már nincs hatása. Ha meg ide, hát ennek lehet, hogy lesz. És azt hittem, hogy be tudunk menni. És ha itt dobunk el egyet. Túl közel. Feketénél meghajlított arra a fehér. Aha. Az, hogy a célt nem tudom, hogy micsoda.
Mármint úgy értve, hogy most a fehér... Ide dobunk egy feketét. Tehát ott vannak azok a... Tudom én... Ó, de hülye vagyok. Basszus. Hát ráment egy 20 perc, hogy rájöjjek, hogy én is tudom befolyásolni. Hogy hova dobom. És nem a szél dönti el. Oké, elvileg az összes fehéret kiszedtük. Jó, akkor, hogy ide bejárathoz belülre. Ezt gondolom még ugyanúgy semmi. Ó, rá kellett vinni. Aha. Egyszerűbb volt a megoldás, mint hittem. Meglett. Varázsoltunk volna egy napot. Mármint, hogy létrejött volna egy... A fény. Aha, és nyílt egy út. Gondolom, itt tudjuk beszippantani a... Oké. Hát, ez most már nem fog ki rajtunk. Na nézzük, ebből milyen növény lesz. Ugye visszamentük a világ teremté, vagy létrejötté ez az ősrumalás. Ó. Oh. Létrejöttek a felhő. Ó. Oh. Eső. Még milyen szerencsé, hogy főhősünk kalapba. Azt nem tudom, mik akarnak lenni ezek a kis fehér. A feketét nem tudok beledobni.
Kíváncsiak, mi van akkor, hogyha fekete magot ültetünk el? Hanem inkább a hang. Jó, két út nyílt, nyílt egy jobbra, meg nyílt egy balra, menjünk a jobbra úton. Össze kell szipolyozni ezt a barátunk mit ad. Van egy pad, nem tudunk leülni. Ah. Jó, tehát nem jobbra kellett jönnünk. Már itt találtunk egy kis magot. Jöjjünk balra. Ha, innen is két irányba tudunk majd menni. Ám attól vagyok, hogy ültessünk fehéret. Jó. Kell húzni. Aha. Egyébként föl kell a nap, tehát itt a csillagos ég. Hoppá, hoppá,
csak közben itt gyorsan megnéztem valamit. Aha. Még van egy pár nap, amit át kell pörgetni. És csillag virágokat hoz a növényünk. És egy újabb hajtás kezdődött jobb oldalt. Azt nézem, hogy billentyűzettel nem megoldható. Megtaláltam a lényeget, ha a belső kört fogjuk meg, akkor nagyon egyszerűen fel lehet pörgetni. Jó, és nyílt három út is előttünk. És már rohanunk is tovább. Tőle se kaptunk aranymagokat. Jó. Oké. Az odáig volt elég. Arra lenne kíváncsi, ezt a sárgát be tudnánk-e szippantani. Ugye ezt a feketét nem tudtuk a túloldalról összerántani. Most gondolom ez fekete mag lesz, de hát...
Itt ül valaki, ezzel nem tudunk oda menni. Tehát, mintha lenne egy szikla. És kikerülni se tudjuk. Hát akkor ültessünk mellé egy picit. Egyszer. Kíváncsi lennék, hogy van-e amúgy olyan, hogy el tudjuk használni az összes magot. Még egy kör. De jól néz ki. Ugye, onnan indultunk, elmentünk balra, ott is van egy kerítés. Itt van lent megint egy olyan, amit majd ültetnünk kell. És ott van fönt az alma, fa-szerű. Ahova még nem tudom, hogy jutunk el, mert az kéne valami kulcs. Jó. Ültessünk fehér magot. Most le tudunk menni balra. Most ültessünk fehér virágot. Na nézzük, mi lesz a feladatunk. Ezt ledobom. Nem tud ettől tovább nőni. Ez ilyen meccős feladat lenne, csak azt mondtam, hogy hogyan kéne. Feljebb jutni. Na kezdjük előről. Van két szálunk, ezt levesszük. Nem azt, ezt akartam.
Ez az egész teljesen kupa. Kellett volna, reptettem a madarat. Basszus. Ez nem jutott volna eszembe. Azt hiszem, hogy itt is itt hagytam egy kis sárga energiát. Mert nem is tudom, hogy hogy fogok tudni beszippantani. Ó! Kapunk még több magot. Ezt a fénycsíkot megszüntetjük. Ha ültetek esetleg ide feketét, elfogyott a fehérünk? Akkor azokat nem. Nincs több fehérünk. Ott a madárka, ami alapvetően nem jó jel. Mondjuk nem tudom, hogy ez a csillámpor még mire jó, de... Lett újra fehér, ültessünk most feketét. Ebben a streambe elmegyünk a aranyalmáig, megcsináljuk ezt a ősrobbanásos részt. Gyökeret le kéne odáig vinnünk. Ó, és el kell pakolni. A gyökér elől a szemetet. Tehát azt szét kellett verni. Ki tudjuk szedni a kis köveket. Sóder. Próbálok minél több gyökérszálat leengedni. Ó, lyukat kellett benne ütni, és akkor leért a gyökér a fény folyamba. Így. Annyit biztos elárulhatok. Ó, és megjöttek az állatok. Tehát, hogy végignézzük picit ezt a részt. Ez lényegében ugyanarról szól, mint a Bibliában lévő teremtés történet. Fény, sötétség, ugye a legelején, utána a növények, az előzőn, és most pedig az állatok. És gondolom, a legvége a játék a pályának. Aha, és itt már...
megkaptuk a aranyat? Bizony. És ezzel tudunk átmenni majd oda. Pedig lesz az alma. Ugyebár a tudás fájáról. És ez volt a megpihen? De előtte még meg kellett teremtenie Ádámot és Évát. Na várjunk, csak gyorsan fussunk rajta végig. Tehát fény és sötétség. Igen. Tehát ez csak bibliai utalás. Nem is megyünk rá. Várjunk, csak odaig menjünk el. Itt volt egy hegy. Nem itt. A lényeg az, hogy ennél a résznél ugye a nappalt és az éjszakát külön választottuk, ahogy pörgettük. Talán ott volt a hullámos volt a földet és a tengert. Ez volt itt az ég madarai, ez meg itt a föld állatai. Ez pedig itt volt a megpihen. Nekem ez így jön le. És most már úgy, hogy van aranymagunk, ki tudjuk nyitni a kaput. És akkor ez lenne az út a paradicsomba. Üdv lakos, szia-szia! Ez itt a stream vége felé. De miért fájtod ott? Miért nem ad aranyat? Jó, ott van arról az arany. Nem? Aranyat akarok ültetni. Hogy mint? Oké. És akkor mindjárt elérjük az almát, plusz itt van valaki, kisugározza a jóságot befelé. Tetszett benne lakos a... Oké, az óra rugó.
vizsgálást tart szükségessé. Nagyon érdekes a grafika is, pont ugyanilyen kis órarúgószerű van a tenyerünkön. A kis jazz-ezze, de nagyon érdekes az egész játék hangulata. És ugye onnan indult a játék, hogy kaptunk egy telefonhívást egy lövésről. Aha, és most a lövést tette ki. Aha, és ha megoldjuk az ügyet, tehát most itt... Na, tehát próbálom értelmezni, amit látok. Tehát ott van a... Itt van a lövés, innen fogjuk folytatni, nem megyünk bele. Ez a játék legeleje, ugye? Ősrobbanás, és lényegében a dokumentumokból kiadta azt a lövést, amit ott láttunk. És az elmélet az, hogyha végigkövetjük a pontokat, és a nyomokat, amit találunk majd, akkor az alapján el tudjuk majd téríteni a golyót, hogy Miss Must ne lője le. Lesz már csak a következő streamben, direkt nem is kattintok semmire, hogy ne felejtsem el. És akkor hát, ha így meg tudjuk menteni majd. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nem tudom, mikor folytatjuk, valószínűleg hétvégén ezt a streamet, de nagyon tetszik a játék, és a későbbiekben több indie játékkal is találkozhattok majd a csatornán. Akkor is neked meg örülök, hogy benéztél, és várlak vissza legközelebb. Holnap este, vagy csütörtökön van esély egy Miles Moralesre a gyerkőctől, mert megérkezett a új generációs PlayStation, és már nagyon várja, hogy kipróbálhassa, tehát az lehet, hogy holnap este beízítjuk. Ja, köszönöm, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk, jó ét, sziasztok!